játéknak a legelején. Azért volt ezt muszáj eljátszanom így kommentál és hangok nélkül, mert ez még csak egy nagyon előzetes verzió, nem engedi a mentést, úgyhogy kizárólag így tudunk akciódus részeket bemutatni, hogy előtte bejátszottuk ezt, mennyire a Hell's Reef nevű helyre vagy ide. Tehát ugye az Avatar című filmről valószínűleg mindenki tud, aki hasonlóan itt a Budapest Game Show résztvevők nagy része. James Cameron csinálja évek óta, hatalmas titok övezi. Talán most a játék nem a film sztoriát követi, hanem annak tulajdonképpen egyfajta felvezetése lesz. Tulajdonképpen azért ment bele a rendező abban, hogy legyen játékverzió, mert ezzel rengeteg emberhez fel tudja jutatni a játéknak, a filmnek a világát, a karaktereket. Aki látta a filmnek a trailerét, az biztos emlékszik erre a hatalmas dzsungelbolygóra, Pandorára, mi is itt vagyunk. De pár évvel, hónappal korábban, mint ahogy a film elkezdődik. Így gyakorlatilag még éppen, hogy csak beindul az a kolonizáció, ami ugye a filmben majd egy teljes háborúvá fog változni. Gyakorlatilag az emberek megtalálták ezt a bolygót, van egy igen értékes kő, ami valami nagyon-nagyon fontos dologra jó, azért rohadt sokat ér. Azért aztán kitalálják, hogy ide küldik a békefenntartókat hatalmas fegyverrel, akik majd jól megvédik a bányászokat az erdő veszélyeitől. Az erdő veszélyei közé tartoznak többek között a Navi nevű két lények, amiket láthatatok a trailerben, az elmúlt pár percben itt is, hiszen az emberek és azoknak a Navi lényeknek a DNS-ének keveréséből nevezett avatarokat hoztak létre. Ezek szintén kékek, szintén nyakig lát külsejök és szintén egy kicsit hülyén néznek ki, de ezekkel az emberek be tudnak menni az erdőbe, le tudják venni a harcot az ott lévő szörnyek, ilyen jazz hasonló kutyák, ráják, farkasok, szarvasok, persze egyik sem a mai földi értelemben vett verziók, mert sokkal érvényesebbek ellen. Azt hiszem nem lőtt a nagy poént, hogyha elmondom, hogy körülbelül néhány óra játék után, egy óra körülbelül, fogunk majd választani, másszál föl jobb oldalon, légy szíves a kerítésre, ott lesz egy hatalmas képernyő. Tehát olyan egy óra játékidő után lehet majd választani, hogy folytatjuk-e a kizsákmányoló ultrakapitalista, nagyon gonosz bányász módot, amikor azért kapunk tapasztalati pontot, hogy mert így szétlőjük a dzsungel kisebb és nagyobb lényeit, beleértve a növényeket is, vagy pedig átállunk a nagyon derék, kedves, romantikus és hasonló székjelzőkkel beruházott Navik mellé, ekkor szabadságharcba megy át a játék. Mivel ezt a részét nem fogjuk látni, hiszen, mint mondtam, ez kb. Egy óra szükséges, erről elmesélnék pár dolgot. A Navik a játék nem FPS lesz, hanem egy külső nézetes akciójáték, például mondjuk a Lost Planet mintájára, csak sokkal több közelharci fegyverrel. Természetesen itt is lesz így, itt is segítségül hívhatjuk majd a dzsungel különböző lényeit. De ezzel a választással tulajdonképpen két játékot csomagoltak egybe. Illetve van még egy harmadik játékmód is, amit egyelőre még senki nem látott a Ubisoft emberén kívül. Ez egy valósulási stratégia mód lesz, ahol külön nyersanyagokat kell termelni, vigyárhatunk lényeket, és így kell majd játszani. Tehát tulajdonképpen az Avatar legalábbis PC-n, Xbox 360-on és PlayStation 3-on három játékot kap egyben. A játék ezeken a platformokon a Far Cry 2 motorjával készül. Most vagy elhisszük ezt, és jó indulattal tekintünk erre a tényleg korai verzióra, nagy nehezen sikerült megszerezni. Itt még vannak kisebb-nagyobb hiányosságai a grafikának, hogy nem olyan lenyűgöző a dolog, mint azt esetleg várnák. Annyit kérünk a dzsungelben, és megpillantunk a tényleg a Far Cry 2 nagyobb erdőségeihez hasonló vidéket, azért látszik, hogy szép a játék. Hogyha az emberekkel játszunk, akkor tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ma már standardnak nevezhető FPS kapunk, fedezékrendszer nélkül. Ahogy látjátok, jobb alsó sarokban van a térkép. Ezen gyakorlatilag magunknak kell felderíteni a Pandora bolygót. Az első járműnökben nincsenek fegyverekkel felszerelve, ezért csak el kell húznunk a különböző lények között. Főleg, hogy teljes átutánk akarunk jutni, mint most a Géza megtette. De később természetesen lesznek ilyen pusztító dolgok. Képeken és videókban már látok tagokat, és mindenkinek hatalmas kedvencét a lépegetőket, amelyekben minden más, hogy gyalog lehet tovább menni, ugye az akció ütemében. A sztoriról